Így lehetett tolatni egy szimulátor segítségével. A hetedikesek, nyolcadikosok vehettek részt ezen a roadshow-n. Minden évben megrendezése kerül egyetlen egy nap az évben, ami direkt a pályaorientációval foglalkozik. Nálunk ez jelen esetben, mivel megkeresett bennünket a Bács-Kiskun megyei iparkamara, a hetedik, nyolcadikosoknak egy pályaorientációs roadshow keretében zajlik, amit nagyon-nagyon élveznek, itt a hátam mögött ez látszódik is. Alsó tagozatban, illetve ötödik, hatodik osztályban is az osztályfőnökök, illetve a szülők segítségét kértünk erre a napra, és nagyon-nagyon változatos, nagyon-nagyon ötletes programok zajlanak mind a két szintéren. Láttam itt csoportot, akik bementek és a konyhás néniknél érdeklődtek, de azt is láttam, hogy már zselézett hajú fiatal emberek, akik látszatban meg voltak borotválva, voltak itt. Itt volt egy hatalmas traktor, amire én is szívesen felültem volna, de tényleg hatalmas volt, és annyira élvezték a gyerekek. Illetve nagyon-nagyon sok lehetőség van. Volt itt orvos, a szülők ugye segítenek, és bemutatják saját foglalkozásukat. Volt osztály, ahol régi mesterségekről néztek filmeket a gyerekek. Máshol játékokkal idéztek meg egy-egy foglalkozást. Rengeteg interaktív játék és csoportmunkával foglalkoznak vele a gyerekek. Fontos, hogy életkornak megfelelő, mert azért nem mindegy, hogy milyen mélységben megyünk bele a foglalkozásokba. Illetve volt olyan osztályunk, aki elment például a tűzoltósághoz, illetve elment a múzeumba, és ott a múzeumban egy játékos pályaorientációval kapcsolatos foglalkozáson vesz részt. Egyszerre több osztály lehetett a roadshow-n, más iskolákból is jöttek diákok. Nagyon sok mindennel készültünk, akár a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal szakemberei, illetve az iparkamara szakemberei. Különböző pályaorientációs játékokon keresztül akár az ágazatokat és az ágazatokban a szakmák elhelyezkedését mutatjuk be. Különböző kvízjátékokkal próbáljuk minél több információhoz juttatni a gyerekeket, illetve érdeklődési tesztek, önismereti teszteken keresztül próbáljuk segíteni a minél magabiztosabb pályaválasztást a tanulók számára. A 8. osztályban novemberben azért a gyerekeknek a 80%-a azt tapasztaltuk a roadshow eddigi 5 állomásán, illetve ez már a 6. állomás, a gyerekeknek a 80%-ának igencsak magabiztos döntése van már, hogy hova szeretne tovább tanulni. Itt a 20%-ra kell nagyobb figyelmet fordítani, illetve B és C tervek megalkotásában kell segíteni számukra akkor, hogyha az megálmodott iskola valamiért nem jön össze. Ezzel a programmal a pályaválasztás előtt álló korosztályra gondoltak elsősorban. Van egy befogadó képessége a roadshow-nak, tehát 4 órát vagyunk egy helyszínen, óránként 40 gyermek az, max 40 gyermek az, akivel jól hasznosíthatóan tudunk foglalkozni, és azért a települések ezt megtöltik, ezt a 40-es létszámos sávot. Illetve a játékok zöme azért a 7.-8. gyerekeknek lett kitalálva, a 6. gyerekeknek még nincs annyi információjuk, hogy ebbe el tudjanak mélyülni. Ezt kifejezetten 7.-8. célcsoportnak készítettük.